Üdvözlök mindenkit, Ricsi vagyok, ez itt a Vörösötös X-Wing YouTube csatorna, és egy újabb vazal mérkőzést fogunk megtekinteni, méghozzá a háromszoros világbajnok és friss Naboo System Open győztes Paul Heaver fog játszani Darth Dane-nel. Nem vagyok benne biztos, hogy Darth Dane néven a vazalon melyik X-Wing játékos játszik, de van egy összesített ranglista a vazal mérkőzések alapján, és Darth Dane messze kimagaslóan a legjobb vazal játékos. Így a feltetőleg a netes felületen távolság felmérésben kiemelkedően jó Dane fog játszani, hát a rendes asztalon kiemelkedően jó Paul Heaver ellen, így bízunk benne, hogy egy nagyon izgalmas mérkőzést fogunk látni. Egy kicsit beletekerek, mert nem vagyok benne biztos, hogy melyik játékos melyik sereget hozta, de talán bízunk benne, hogy Heaver hozta a lázadó sereget, ahol is egy új Heroes of the Resistance-es régy kapott helyet, a aránylagban standard felszerelésnek számító expertise fejlesztéssel Elite Pilot talenttel. Ugye régy alapvetően azt tudja, hogy amikor Eve-ben támad, vagy Eve-ben védekezik, tehát egy saját támadó Eve-ben lévő ellenfélre lő, vagy egy saját támadó ívében lévő ellenfél ellen védekezik, akkor két blank kockáig újra dobhat kockákat, tehát ugye fókuszokat nem dobhat újra, csak blankeket. Az expertise a támadásnál az összes fókusz eredményt hitre változtathatja, hogyha nincsen bestresszelve. Finn fejlesztés legénység 5 pontért jól kombinálódik a Rey fejlesztéssel, mert amikor ívben támadsz, vagy ívben védekezel, akkor hozzáadhatsz dobásodhoz egy blank értéket, amit Rey egyből újra dobhat. Az Engine Upgrade segítségével ugye megkapja a hajó a boost ikont, Kane and Jarus legénység fehér manőver végrehajtása után levesz egy stressz jelzőt, a Millennium Falcon, új Millennium Falcon cím pedig lehetővé teszi, hogy amikor a hajó egy három enyhe balra vagy jobbra manővert hajt végre, és nem stresszes, akkor, és befejezte a manővert anélkül, hogy ütközött volna, akkor megfordíthatod a hajódat 180 fokkal, és utána kaphatsz egy stress tokent. És mivel mind a kettő lap, a Millennium Falcon is és Kanan is az After Executing a Maneuver Step-ben lép érvénybe, ezért szabadon döntheted el, hogy melyiket aktiválod előbb. Tehát megteheted azt is, hogy ha nincsen rajtad stressz, akkor fehéret lépsz, megfordulsz a Falcon címből, kapsz egy stresszt, és Kanan leveszi, ha pedig van rajtad egy stressz, akkor megteheted azt, hogy előre lépsz egy fehéret, leveszed a stresszt, most nincs rajtad stressz, tehát megfordulhatsz a Falcon title-lel, és akkor viszont kapsz egy stressz. Ez utóbbi esetben akkor utána nyilván nem akciózhatunk, de az előző esetet, amit mondtam, amikor stressz nélkül kezdtünk és stressz nélkül fejeztük be, akkor bizony még akciót is végrehajthatunk. Rey-nek a társpilótája, vagy pontosabban a wingmene, tehát az osztagtársa, aki kísérni fogja, az Nyen Nyamb lesz az új T-70-es X-szárnyúban. Ő azt tudja, hogy amikor a range egyében van egy ellenséges hajó, akkor amikor stress tokent kapna Nyen Nyamb, akkor nem kap stress tokent. Így hozzunk hozzá olyan lapokat, amelynek a segítségével stresszeket kap. Ilyen például a Push the Limit, az R3A2-es stress bot, a Vector Thruster segítségével még bererollozhat, hogy jobban helyezkedjen, és a Pattern Analyzer pedig lehetővé teszi az, hogy akkor kapja majd meg például egy piros manőverből a stresszeket, miután már akciózott. Tehát most már meccsenhatja azt, hogy csinál egy talonrollt nyennyem, kapna egy stressz, de a Pattern Analyzer miatt azt még csak később kapja meg, előbb akciózhat. A pultörömi segítségével egy boost barrel roll-lal például befog egy range 1-ben egy ellenséges hajót. Most már ugye kettő stress tokent kapna, de így végül egyet se fog megkapni. Tehát ez egy elég erős képesség. A birodalmi oldalon ezzel szemben milyen hajókat hoztak? Hát hoztak egy Imperial Trainit, a PS1-es TIE Striker-t, Adaptive Aileron-zal, tehát nagyon mozgékony lesz. Pure Sabak, ugye egyel több kockával dobálhat támadásokat addig, amíg egynél nincsen több sebzéskártya rajta. Crackshot segítségével ugye majd cancelheti az ellenfél egyik ivédjét.
Lightweight Frame pedig, hogyha több támadó kockával dobtak rád, mint amennyi védekező kockával védekeztél, akkor kuríthatsz még egy zöld védekező kockát. Omega Leader, Juke, Comm Relay az egy elég régi kombináció, egy hajót, Lockdown, hogy jól le tud fogni, hogy ne tudjon ellene sok mindent tenni. És Backdraft, a TIE-SF pedig a Special Ops Training címmel előre, hátra veszélyes lesz. Akár egyszerre egy támadásnál, mert pontosabban egy támadási alkalomra, tehát aktivációnál ugye két irányba is tud támadni, előre is, meg hátra is. Fire Control System segítségével egész jó módosítása lesz. Crackshot-tal szintén gondokat tud okozni, és a Lightweight Frame pedig meglepően szívósá teszi az összesen 6 élettel rendelkező SF-eket. Készen állunk arra, hogy egy izgalmas mérkőzést megtekintsünk szerintem. Paul Heaver tette fel elvileg azt az asztalat a sarokba. Itt arról beszélgetnek, hogy még ki milyen tált csinál, tehát azért már gondolom, hogy fontos ez a mérkőzés nekik, mert komolyan veszik az összes mérkőzésüket, de azért nem vérre megy a játék, azt jól tudják. És első gondolatom az kicsit zavaros. Kinek jó ez az aszteroida mező, tehát azért ahogy megnézzük, hogy ilyen ívek vannak az aszteroidák között, ez gondot okozhat a Millennium Falconnak, ennek a sloopjának. Tehát azt szerintem én úgy vettem észre, hogy ez a négyzetrácsos fölhelyezését jobban szereti talán az aszteroidáknak, vagy pedig esetleg így tud sloopolni, és akkor azért így tette, de például egy ilyen irányú sloopok azok így több helyen okoznának gondot. Ebben az irányba, ha így bejön, akkor így jól esetleg a tájok mögé tudna fordulni, de hát minden táj réj előtt lép. Ami alapvetően nem baj neki, mert hogyha nem ütközik, akkor van egy engine upgrade, és el tud szaladni. És azért expertízzel nem muszáj erőltetni az, hogy ránézzen az ellenfélre az ember, úgy se rossz a módosítása. Ki jelenti itt a legnagyobb veszélyt? Hát Omega Leader az valószínűleg mind a két hajó ellen 1v1-ben nagyon jó lesz a végén, szóval Omega Leadert minél előbb el kell pusztítani, ez egy általános szabály. Ugyanakkor Pure Sabak sokat fog sebezni, és a Backdraft is sokat fog sebezni, amíg nem pusztítják el. A PS1-es pedig egyszerűen csak az, hogy mindenkit megblokkol, hihetetlen idegesítő tud lenni. Tehát ez megint egy olyan lista, ahol valamilyen értelemben mind a három, mind a négy ellenséges hajó is reális elsőleges célpont, szóval ahogy éppen alakul, nem tudom, hogy itt ki okozza nagyobb pontot, nagyobb gondot. Ugye valószínűleg Dardini kellően jó játékos ahhoz, hogy akár mással is blokkoljon, hogyha úgy hozza a szükség, hogy ezzel előnyt szerez a többi hajójának. Szóval nem csak a 1-es, PS1-es jelenti itt az igazán nagy veszélyt. És a birodalmi oldalról, hát a birodalmi oldalról pedig szerintem egy falakit meg kell blokkolni, ugye a nagy hajót nyilván könnyen megblokkolni, és úgy megblokkolja a Rayt, hogy nem ívben néz a másik három hajójára, a másik három hajó köve egy körben a fele falkont el tudja égetni. És viszonylag kevés sebet szerezne érte cserével. Ugyanakkor Nyennyámb is valahogy arra épít, hogy itt büntetlenül push the limit-tel bűvészkedik. Ez az ő megblokkolása is nagyon nagy érvágás, és ez szokásos T-70-es ászokkal szemben, vagy a szokásos póval szemben gyakorlatilag ő egy nem regenerálódó hajó, tehát viszonylag hamar el lehet intézni. Kevésbé érdemes neki elmenni 5-6 körre, amíg így biztonságban pajzsot visszatölt és elmenekül, és csak ott nyugiba van. Ilyen akciókat valószínűleg nem fog csinálni, mert kevésbé lenne neki kifizetődő. Tehát így a legjobb ötletem az, hogy amint van az embernek egy jó lehetősége valakit több hajójával is lőni, azt kell lőni, és akkor utána tartani magunkat ahhoz a célponthoz, hogy ne osszuk meg nagyon a tűzünket, mert akkor attól nem igazán fogy az ellenfél, hogyha megosztjuk a tűzünket. És rosszul mondtam az elején, nem néztem meg rendesen, Paul Heaver játszik a birodalommal,
és Darth Dane játszik a lázadókkal, legalábbis ugye a kérdésből erre következtetek, hogy Paul kérdez rá Dane-nél, hogy milyen title-ja van a Falconnak. Tehát Lord Fever elárulta újra a lázadást, és megint a birodalommal játszik. Nagyon szomorú időket élünk. Kezdjük a pörgetést. Elindult első kör. Jó játékot kívánnak. Elindulnak a strikerek, jönnek mögöttük a többiek. És Ray befordul, hirtelen elnézem a tárcsákat. Megpróbálja áthúzni a birodalmat valószínűleg az asztalid a mezőn. Ugye ebből a szempontból ez nem egy rossz terv, mert annyira nem túl széles az asztalid a mező. Elemét a strikerek majd össze-vissza berárologatnak, akkor azért nem fog akkora gondot okozni nekik ez az egész hatacáré. Jó, határozott a jobb tervez, mint hogyha most így egy az egyben ráment volna. Egyébként most így láttam, hogy a nyelnyám mennyire agresszív jön előre, az is lehet, hogy így most befordul. Most majd itt van a... Hát akkor én nem hiszem, hogy most befordul egy vagy kettő derékszöggel, ha erre berárolod. Bár befér Ray maga, szóval... Igazából ez nem probléma, csak meglepő lenne. Akkor maradunk a meglepőnél, mert Ray itt bizony befordult. A következő körben ugye még egy három előrével tud menni nyelnyámb. És Ray target lockolt, ami szerintem kifejezetten érdekes, mert én ilyenkor... Én fókuszálni szoktam, hogy a védekedésemet is jól tudja módosítani. Mert ugye két kockát eleve újra dobhatunk, amiből mondjuk az egyik jó, mint a finnad, szóval... Igazából sok blanket dobunk, akkor ez nem jó, akkor nem rossz a target lock, de... A védekedésünk módosítására pedig olyan jó az a fókusz. Omega Leader lőtt Ray-re, és... Hát Ray ezt még újra dobálgat. És meg lehet neki, jaj de jó. És éppen azt beszélik, hogy ezt már nem tudják dzsúkolni. Hát ugye dzsúkkal az eredetileg kidobott kockákat lehetne megváltoztatni. Ugye ezek meg egy újra dobásból származott, tehát nem dzsúkolhatóak. De így úgy néz ki, hogy három plusz egy kockával fog dobni, itt véletlenül nem sokat adtak hozzá. És Ray összedobja, expertise. A Tie Striker megpróbál felrobbanni egy kör alatt, úgy látom. És azon nem volt lightweight frame, szóval ez így egy körben fel is robbant. Hát ez... azt mondom, hogy akkor most itt a példa arra, hogy nem értem meg a target lock, de... Ez így egy kellően jó dobás volt, mondjuk Raynek jó a támadása, Raynek nagyon jó a támadása, de ez kevésbé volt szerintem bekalkulálva a birodalom részéről, hogy felrobban az első hajó egy dövésből. Megreptlő, eltalálja Rayt. Ray dob kettőt, ez nem sok minden, kettőt újra dob. Hát... Ez két pajzs lement, igen, ez a védekedő fókusz milyen jó lett volna. Pure Sabak is meglő, de Pure Sabak is rosszat gurít. Ezek az újra, a védekedés újradobások azok kevésbé mentek, jó. Három pajzsot sérült egy hajónak az elpusztításáért, az nem rossz. Ez nem rossz, de nem engedheti meg magának, hogy itt cseréljen végig. Mert akkor a végén már problémák lesznek. Most egy hajó meghalt, ez nagyon nagy fegyvertény a lázadásnak. De még nincs lefutva a meccs. Most a következő körben most nyennyen vagy ütközik, vagy három előrét megy. A Pure Sabakkal nem mondom, hogy az blokkolni kéne, de akár lehetne is blokkolni. Azt Paul Heaver rendesen benézte, mert aszteroidára állt a Pure Sabakkal. Ugye ez az, amikor élőben feltetőleg ilyet nem csinálna, ez elég csúnya volt. Nem azt mondom, hogy én ezt most megnézem, hogy hova fog érkezni, de... De ez nagyon ciki. Ugye ezek az aileronnal mozgó hajók teljesen máshogy mozognak. Ez így elég nagy probléma. De még a régebbi verzióval játszhatnak itt, amikor még nincsen az autobump. Azért, aki Pure Sabakot aszteroidára tették,
A cserébe Ray is aszteroidára állt, ezt így én nem fogadnám. És Ray is sérült, gyúrszabek is sérült. Omega... Hú, ezt nem figyeltem, hogy Omega Leader milyen akciót csinált. De nem jutott, Pure Backdraft lőhet nyennyemre. És ott sérül rendesen. Sőt, Crackshack lement a három pajzs. Ez nagyon komoly, ez nagyon komoly most. Éppen nyennyembe... stresszeli gyurcebakot, akinek ugye már van egy light wave frame-je, és most sem benyengemnek a képesség, hogy ő most használja a stresszbotot, ő is kapna egy stresszt, de mivel range 1-ben van egy vele szemben egy ellenség, ezért ő nem kap stresszt. Hát nem egy túl jó védekező dobás. Most mind a ketten megfogalmaztak, hogy megpróbálják elkerülni kicsit a aszteroidákat, ennyi elég volt egy körrel. Ásbáb Gyurszabek lépett először, ugye? Megbeszélték, hogy ez most nem érintette a sziklát. Nyennyen megy előre. Nincs olyan jó helyen. Megblokkoltam meg a leadet, és Ré megfordul. Az mondjuk egész szokos. Igen, itt mondják is, hogy már abban a modulban játszanak, ahol az autobumpot betették, tehát amikor magától bumpol a bazzal, de a lista még nem abból a modulból lesz spawnolva, és hogy a hajókhoz rendelték ezeket a képességeket. Ugye Ray most visszaboostol, ami egy okos ötlet, tehát ugye ez növeli majd a kockáknak a számát. Mert ugye feltétleg mindenki nyennyámbot lövi, szóval most így nem veszít annyira sokat az, hogy közelebb jön, és ugye több mint egy range-et hoz. Tehát, hogy eddig mondjuk range 3-ba volt, akkor ha nagyon a határon volt, akár range 1-be is bejöhetett volna, range 1-be nem jött be, de azért itt range 2-ből fog gurítani, és nem range 3-ból akár kirelő. Omega Leader nem dobott valami jót, backdraft, nyennyen bele, nyennyennek van egy fókusza. De jó kérdés, hogy elkölti-e vagy nem, hát elkölti, mert nem akar, igen, kritet azért kivédünk, kritet azért illik kivédeni. Hey. Omega Leader még mindig segítem fogadba? Akkor most le kell ülni Omega Leader szerintem. A Omega Leader előnek. Három a három ellen. Nem, Backdraft-re, meggondolta. Három a kettőre, ott is van egy Light Frame. Hú, ez itt egy jó gurítás lett. Ez se rossz. Itt is most gondolkodik a birodalmi Paul Heber, hogy mi legyen. Két pajzsot sérül és megmenti a fókusz, mert most ugye jó esélye lelőheti nyennyámbat, nagyon csúnyán. Három kockával gurít, plusz backdraft ugye a képességében egy fix critet hozzáad. Hú, megérte megtartani ezt a fókuszt. Ez nagyon csúnya, ez fájni fog. Ez fájni fog, az három seb. És meg is hall, ugye nyennyem, még ugye szimultán tüzelési szabályból visszalő. Elkölti a target lockját. Ugye most ugye húzzák a, hogy mi volt a kritikus, mert például blinded volt. A direct hit volt. Ezt megvárták, hogy hát backdrap súlyosan megsérült. Ugye most négy sebet belevittek abba a hajóba, most a maga lidere nyitva már meghalhatott volna. Lakott van egy ivéd, de akkor is. Én a maga részére azt mondom, hogy a maga lidert kellett volna lőni. Bár lehet, hogy megpróbálta a backdrapnek a fókuszát elhasználtatni, hogy ne lője le nyennyámbot, és akkor ez egy ilyen... Ez volt itt a trükk, és azért nem a maga lidert lőtték. De az Omega Leader Ray végjáték az nem lesz szép. Gyurszabák közlekedik, megpróbál szép lassan visszakavarodni a csatába. Omega Leader megpróbálja zavarni Ray-t. Hát ott nem fogja. Ezek az agresszív boostok. Tehát már egyben a következő körre is helyezkedés, vagy pedig megpróbálja most PS killerni megdraftet, az könnyen megteheti. 4 a 3 ellen, ott a 3, hozzátesz még egy blanket, 2-t újra dob. 4-et sebez. Ugye az azt jelenti, hogy 3-mal védekezik,
ha nem dob meg, sőt, ha kettőt meg dob, az se elég, tehát 3-ból 3-at kell megdobni, ha jól számolom. Agresszív játék volt és kifizetődött, de ugye a Raynek azért az expertízzel és a Ray képesség, meg a Finn, ez egy nagyon drága csomag, de igazából akció nélkül is tisztességes támadást biztosít. Eddig ez a Ray agresszivitása kellően bejön, hogy azért nem repült szembe a szfarma. Én mindenkinek panaszkodok, hogy még nem jöttem rá, hogy Ray-jel hogyan kell repülni, de így tetszik, hogy így, hogy hát nem mondom, ne azt mondom, hogy Paul repült rosszul, hogy nem repült rá Ray-re, de így valahogy annyira sokan mégse tudtak rá jól lődőzni. Tehát kellően kis mennyiségű hajót tudott rá mindig lőni. Pure Sabat most mozgott aileronnal jobbra, aztán jobbra szlúpolt. Feltetőleg így akar valahogy Ray mögé kerülni, tehát hogy ne így bevédekezzen neki Ray. Omega is megfordul. És Ray is megfordul. Hát ez egy ilyen izgalmas kör lett. Kér egy fókuszt. Hú. Azért most ugye egy tisztességes dobás elsőre. Ugye az a fókusz az pusztán védekezésre van, mert szerintem azt hiszi, hogy Pure Sabak lőni fog rá, ha nem hal meg Pure Sabak. Azért kap egy hitet kritet. A fehérek stresszt okoznak, abba állapodnak meg. És igen. Mondjuk ez ilyen érdekes, hogy ugye hogy pont úgy állnak, hogy Pure Sabak már nincs kettőben lő vissza. És nem volt rossz a fókusz, bejött. Jó, hát eltüntették az Omega Leader target lockját, ez visszakerül. Pure Sabak nem nagyon tudott mit minden csinálni. Most ugye Ray szinte akárhova megy, ki kéne lőni a Pure Sabakot ebben a körben. Cserébe Omega Leader meg háborítatlanul fog rá lőni. Nagyon trükkös, most ugye elkerülte Omega Leader lövését, és Pure Sabakot még így is jó esélye van kilőni. Legalábbis van esélye kilőni. Eleve három kockával védekezne Range 2-ben is, hát így most nem kapja meg a Lightweight Frame-nek a plusz kockáját. Hát a kettő nem lesz elég. A kettő nem volt elég, igen, az ki kellett volna blankelnie. Ugye most már csak három kockával támad Pure Sabak. És Ray viszont sérül kettőt. Hát ez most annyira nem jó. És elérkezünk az a pontra, hogy itt már Raynek, igen, az asszalid a mezőn keresztül szlúpolás, az most gondot fog okozni. Hát te is próbálja meg. A maga leader egy nem túl jót dob. Ray meg a pont kivédi. Jöhet Ray. Most tudom, hogy... tényleg, ott volna egy juke, csak nem vették ki a zöld kockát, tehát nem védte ki azt a, nem védte ki azt a kritikusat, hoppá, hoppá. Ray visszatámad, gondolom Pure Sabakra. Igazából nem mondták. Kért egy target lockot, újra dobtak mindent. Jó lövés. Egy pukkanós. És most van az, amikor el kell kezdeni az embernek pontokat számolni, hogy ki vezet ki ellen, meg hogy hány körig játszanak. Mert az itt a fél Ray az jó eséllyel többe kerül, mint a Omega Leader, ami a standarden, ugye 26 pont, azért több mint 52 pont szokott lenni egy Ray. Igen, igen. És hogy most meg is beszélték, hogy akkor most ugye Paul Heaver. Nem? De nem, pontosabban Darth Dane vezet, tehát a Rebel játékos vezet, mert neki több pontja van a pályán még. Uff, megpróbált kiboostolni, és pont nem jött össze. Beszél, hogy 2 a 1 ellen, ami ugye nem igaz, mert 2 a 2 ellen, mert ez a range módosítást megkapja. Elhasználta a target lockot a Omega Leader.
Dávid azt mondja, hogy ő most nem szeret futkorászni, hogy itt pontot mentsen. Ugyanakkor meg itt kilőni, meg kevés esélye van, tehát ő most ezt így feladja. Gondolom ez valami ilyen baráti gyakorló meccs volt. Ezzel együtt szerintem mindenkit játékos jól játszott. Két izgalmas listát láttunk. És Ray futhatott volna a pontokért, tehát hogyha egy rendes versenyen van valaki, és mondjuk van hátra egy 10 perc, nem lassú játék a félreértés ne essék, hanem gyors játékkal, csak nem az ellenfél felé való mozgással. Itt nem. Következő köben, ha meg a líder nem tudja annyira egyenesen követni. Jobbra forduló búszolgat, tehát nem kapta volna el egy hamar őt, ha meg a líder. Köszönöm szépen mindenkinek, aki megnézte ezt a mérkőzést. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a YouTube csatornára, hallgassátok a podcastünket, olvassátok a blogot, és addig is vörösötös készenlétben.